Tegnap óta burkolat felújítási és megállóhely átépítési munkálatok zajlanak az 5218-as számú úton, a Kecskemét-Hetényegyháza közötti szakaszon, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Információi szerint. A munkálatok a forgalom időszakos félpályás lezárásával járnak, forgalmi torlódások alakulhatnak ki. Az érintett 15, 15D és 29-es jelzésű helyi autóbuszjáratok közlekedésében előfordulhatnak késések. A jelzett útszakaszon található Nagy Tanya, Szigeti Köz és Úrihegy megállóhelyek átépítésének idejére az egyes helyszínek környezetében ideiglenes megállóhelyeket jelölnek ki. A közlekedési központ arra kéri az utasait, hogy előre tájékozódjanak az aktuális intézkedésekről, és amennyiben szükséges, fáradjanak át a kijelölt ideiglenes megállóhelyre.